Az iskolások divat bemutatóval is készültek az eseményre. A Bonyhádi Általános Iskola Széchenyi István Általános Iskolája már sokadszor csatlakozik a Traktag rendezvény sorozathoz. Ez a Népviseletek Napja fordítást viseli tulajdonképpen. Alapvetően a német nemzetiségi viseletnek a napja ez. Mi egy kicsit kitágítottuk, és aki esetleg nem a német nemzetiséghez tartozik, ő is megmutathatta a nemzetiségi ruháját. Egész hetet áttől elő rendezvény sorozatról van szó. Minden nap német táncházzal kezdtünk, amit a gyerekek nagyon élveztek. Kézműves foglalkozások voltak, amelyeknek ma van a kiállítás megnyitója, és láthatóak is az elkészült alkotások természetesen. Akkor a gyerekek a hét folyamán német nemzetiségi tájházban voltak nagymányokon, illetve itt Bonyhádon a német házban, ahol szakszerű vezetéssel találkoztak és ismerték meg a német kultúrát. Ami még nagyon fontos, hogy a mai a fő rendezvényünk, ami egy májusfa tánccal fog kezdődni, ezt Vargányi Tamás Tünne német szakos kolléga tanította be, de lesz hajfonat, bemutató és verseny, valamint egy klasszikus szépségverseny, ahol a gyerekek a ruhájukban felvonulnak. Tavaly is nagyon nagy sikere volt ennek a rendezvénynek. Én azt gondolom, hogy kicsit már elcsépeltnek tűnik, de csak az a közösség lehet sikeres, amely ápolja a hagyományait, ragaszkodik a régi szokásokhoz. Egy német nemzetiség esetében ez külön fontossággal bír, és mint német nemzetiséget is oktató iskola, számunkra fontos, hogy a gyerekek ne csak nyelvtanuláson találkozzanak a német nyelvvel, hanem ismerjék meg, hogy hogyan éltek elődeink, illetve ezeket a hagyományokat érdemes tovább vinni, tovább örökíteni. Az ötödik osztályos Emma idén először fog a rendezvényen táncolni. Ma egy kékfestőbe vagyok, a cipőm egy pacskár, és ez most azért fontos, hogy az őseinkre megemlékezzünk. A májusfa tánc igazán nagy sikernek örvendett a több mint 500 diák létszámú intézményben.